Az ünnepi eseményen Mátyás Károly főesperes szólt az egybegyűltekhez, egyúttal hálát adott azoknak, akik segítséget nyújtottak abban, hogy a Jézus kápolnát tatarozni lehessen. Majd megáldotta az időkapszulát és a kápolna új keresztjét. Derzsi László, a Római Katolikus Főesperesi Hivatal képviselője az ötlet gazda beszédében köszönetet mondott azoknak a cégeknek, intézményeknek, magánszemélyeknek, akik segítették a munkálatokat, majd felolvasott egy rövid üzenetet, amelyet elhelyeztek a kapszulában a többi utókornak szánt tárgy mellé. Azon szöveg mellé, amit most felolvasok, még bekerült egy Lázár Emese ötlete nyomán egy mai Hargita népe, illetve a Hargita népéből négy oldal, mert csak sajnos annyi fért bele. Fazakas Szabolcs ötlete és felajánlása nyomán a székelyföldi legendárium volt a Budvár legendája. Továbbá egy kis székelyzászló és egy pénzérme. Az időkapszula elhelyezésének ötlete a kápolna tető cseréjekor merült fel. Akkor gondolták ki, hogy ahogyan az elődeink is tették, a torony gombban helyezzenek el egy szöveges üzenetet, de akár apróbb tárgyakat tartalmazó palackot is. Mostantól tehát a kereszt belseje őrzi azokat az információkat, amelyeket arra érdemesnek tartottak. A Jézus kápolna a székely udvarai Római Katolikus Főesperesi Hivatalhoz tartozik, a Házrezső Múzeum ügykezeli a műemléket, amelyet az elmúlt évekhez hasonlóan idén is megnyitnak a turisták előtt.